A rendőrség országjáró pálya orientációs kampánya során érkezett a Szent Annai Sámuel Református Gimnázium Technikum és Kollégiumba. Ebben az iskolában, amely a városnak egy meghatározó intézménye, egyfajta profil átalakításként a mezőgazdaság mellett a közbiztonsági osztályok indítása történt meg az előző években. Ez a mai rendezvény egy pályaorientációs bemutató és egyfajta verseny is a diákok számára, hiszen nagyon sokan választják szerencsére most már ezeket az osztályokat, és dolgoznának a jövőben is azért, hogy mi nyugodtan éljünk, és ez a rend, ez a közbiztonság fenntartható legyen hosszú távon. Országjáró roadshow-ját 3 éve indított el a rendőrség annak érdekében, hogy saját utánpótlását tudja biztosítani, de azért is, hogy különféle bemutatókkal hívja fel a figyelmet a közbiztonság fontosságára. Ezt nekünk, az egyházban tevékenykedőknek és a rendvédelem területén tevékenykedőknek egy közös kincse, és ez olyan, mint a levegő, hogy addig, ameddig van, addig nem tudjuk, mennyire fontos. Amint elkezd szennyezett lenni, elkezd kevés lenni, akkor hirtelen rájövünk, hogy milyen kincs. Egy társadalom alapja, az együttlét a legfontosabb szervező ereje, hogyha van rend és van békesség. Már a középiskolai képzésben is megjelent a közbiztonság. Körmenden és Miskolcon rendvédelmi technikumban lehet elsajátítani a rendőri hivatás alapjait. E két iskola is önálló standdal jelent meg a Rócsó Karcagi állomásán, csak úgy, mint a Nemzeti Közszolgálati Egyetem és a Készenléti Rendőrség. Az átlagostól egy kicsit azért eltérő feladatot teljesítünk. Kalandos, kihívásokkal teli, sok probléma megoldást igénylő, sok helytállást igénylő szolgálatról beszélünk, de ne felejtsük el, hogy Magyarországot, hazánkat szolgáljuk, a magyar ország közrendjét, közbiztonságát, és nem utolsó sorban ott a élünk, annak a térségnek a közbiztonságáért tehetünk rendőrként. Úgy gondolom, ezt meg kell ragadni, ezt végig kell gondolni, és aki ezt vállalja, igyekszem példaként állni mindenki előtt, 30 év elteltével is lehet ezt a hivatást, úgy gondolom, lelkiismeretesen és a hazaszolgálatában teljesíteni. A roadshow keretén belül középiskolások számára közbiztonsági versenyt is rendeztek, amelyen 8 csapat vett részt. A legjobb 3 helyezett tanulmányi kirándulás nyert a repülőtéri rendőr igazgatóságra, az országos rendőrfőkapitányságra, illetve a rendőrségi oktatási és kiképző központba.